gyorsan fog újraindításból bekapcsolni ismét a rendszer. Rámegyek, hogy logout. Restart. Reboot. Ok. És akkor rebootolni fogja a rendszert. Ki fog benne rajta. Mire is képes, mire nem. De is töltődött. És most a kicsit megnézem a... Kisor ez a... Preferences. Beállítások. Ez egyik leglazább asztali környezet. Fókusz. Itt van a SUSZ-nak a rendes beállításai, ez mind az ICVM-nek. Nagyon nem tudom állítani rajta semmit. Vajon, hogy Windows 95-ös téma. Eléggé eléggé jól néz ki, egy Windows 95. És itt vannak a... Yes. Ez a hivatalos kezelője neki. És itt lehet az OpenSUSE-s rendszereket állítani. Minden itt van. Bootloader, idő, network, hálózat, minden. Itt lehet állítogatni, alkalmazásokat telepíteni rá. Úgy néz ki, a default asztali környezet semmilyen nagy alkalmazás nem tartalmazott, csak egy Firefox böngésző. A többi rendszer mind-mind a Yast-on át lehet irányítani. Van az információ is róla, mi a hardware. Ellenben az Ubuntu-val, amit el vannak alkalmazásokkal. Itten senkit nem lehet beállítani rajta, ha nincsen beírva rá jelszó. Sokkal nagyobb szintű biztonságot ad, kényelmesebb. Egy más. Minden. És lehet látni, hogy most fogja beolvasgatni, hogy milyen, hogy is érzékeli a hardware-t, elemeket. Mik is történnek rajta. Diszkeket, meg egyéb más. Mindent. És van kidaladott egy ablakot. Megvan a BIOS-t is, le tudja olvasni. Pont milyen BIOS van rajta a alaplapon, data travel, keystone, pontos adatot ad, monitor, ról is, hogy mi gyártsa, le, milyen, egy másról, kabini, felismerte a grafikus meghajtót, IMD-s kabini, nem úgy, mint a másik, Ubuntu-k. Eddig Agni felismerte az Ubuntu Studio, Ubuntu Mate, a verziók, a grafikus meghajtót, a többi nem akarta van miatt. Mouse, mindent felismert, meg vagyok lepődve rajta. Nagyon is úgy felismerte. És akkor itt van, hogy lehet állítani rajta időt,
más, hogy lehet telepíteni rá rendszert. Drivereket lehet hozzáadni, kernet lehet rajta módosítani. Sokkal több mindent lehet állítogatni rajta, mint egy Ubuntu-s rendszeren. Kernet lehet frissíteni, szárkeszteni, mindent lehet rajta csinálni, csak érteni kell hozzá. Köszönöm a figyelmeteket, és szevasztok!